Ezek a felvételek az utolsó új évköszöntőn készültek, amikor teltház előtt játszhatott a Zsikó zenekar és vendégeik a Bátaszéki sportcsarnokban. A Covid-járvány lecsengése után ezúttal húsvét hétfőt választották a népzene ünnepe időpontjának, és ismét neves előadók színesítik majd a programot, hiszen akár Pál István szalonna, akár Balogh Kálmán neve jól cseng a műfajt ismerők és szeretők számára. A koncertre közel 1200 fős közönségre számítanak a szervezők, de a zenei élvezet mellett a humanitárius segítségnyújtás is szerepet kap. Azért szeretnénk felajánlani ezt a koncertet a háború elől menekültek megsegítésére, mert azt gondoljuk, hogy most talán erre a figyelemre, erre az összefogásra, és erre a szeretetre, és erre az empátiára van most ebben az időszakban szükség, és ehhez kiváló partnerünk az Ökumenikus Segélyszervezet. Ennek megfelelően a koncert ugyan díjmentesen látogatható, de minden támogatást elsősorban anyagi jellegűt szívesen fogadnak a segélyszervezet munkatársai. Baca Barbara területi vezető azt mondja, folyamatos jelenlétre és segítségre van szüksége a háború elől menekülőknek. Olyan megmozdulásokat tapasztalunk, hogy az valami csodaszám, hogy ha kell, ott van a tartós élelmiszer, ha kell a tisztasági dolgok, ha kell a gyermekeknek a játékok, vagy a gyermekeknek akár a pelenka, ha kell, akkor ott van a pénzadomány, ha kell, akkor kocsikat ajánlanak fel, hogy tudjunk menni a helyszínekre, minél több helyszínre jussanak el a kollégáink. Úgyhogy nagyon-nagyon erős az adományozói közösség. A szervezők arra kérik az érkezőket, elsősorban ezúttal pénzadományokkal segítsék a jótékonysági akciót, melyet akár készpénzzel, akár bankkártyával megtehetnek a helyszínen kiépített standoknál.